Elvitt magával egy évszázadot, minden örömével és fájdalmával. Bálint György 101 évet adott nekünk. Közben pedig egy ország Bálint gazdájává vált, és mi gyöngyösiek egy kicsit még inkább a magunkénak érezzük őt. Itt született, itt tanult, és 100 éven át járt idehaza. Élete átölelte a 20. századot, és belefonódott a 21. is. 4 éves volt, amikor apja kivitte a földekre, majd gyermekként pónifogatot kapott, és itt a sorsa is eldőlt. Nem csak tovább vitte a családi hagyományt, hanem ennek szentelte egész felnőtt életét. Kertészmérnök lett. Aztán jött a háború. 23 éves volt, amikor munkaszolgálatra hívták, megjárta a koncentrációs tábort, elvesztette családja nagy részét. Életében többször széthullott körülötte minden, és aztán mindig talpra állt. A gyöngyösi kalendáriumnak így fogalmazott. Hullámhegyek és hullámvölgyek követték egymást, mégpedig elég gyorsan. Az életemre az a jellemző, hogy bár sokszor a padlóra kerültem, de mindig felemelkedtem. Az országos ismertséget az Ablak című műsor hozta el számára már nyugdíjasan. Aztán szép lassan, lenyűgöző egyéniségével, sugárzó ember szeretetével, közvetlenségével és érthető tanácsaival belopta magát a szívekbe. Egy ország Gyuri bácsijává vált. Ő volt Bálint gazda, a növények minden tudója. Szinte minden elismerést megkapott. Gyöngyösváros 2009-ben választotta őt díszpolgárává. Komolyan gondolom azt, amit mondtam itt a köszönő beszédemben, hogy a hátralévő időben, amennyit a felsőbb hatalmak engedélyeznek nekem, azra fogok törekedni, hogy ennek a szép és tényleg ősi városnak az érdekeit megfelelőképpen tudjam szolgálni. Aktív résztvevője volt Gyöngyös kulturális és társadalmi életének. Megalakulása óta aktív tagja volt a Gyöngyösváros barátainak köre civil közösségnek. 100. születésnapja alkalmából Gyöngyösön fát ültettek a tiszteletére. Emlékfát, hogy sose feledjük. Nagyon szeretem ezt a hagyományt, hogy valamilyen eseményt megörökítenek egy fának a ültetésével. Mert a fa, ha nem is örök, de egy ember öltött vagy kettőt föltétlenül megőriz abból a szépségből, abból a hasznosságból, amit egy fa adni tud a gazdájának, aki ápolja, gondozza, védi a betegségektől. És ezért talán a legszebb emlék, mondjuk egy műalkotáson kívül, egy fa, amit elültetnek valakinek az emlékezetére, vagy valakinek a tiszteletére. A fa mára az emlékezet fája lett, mert ő most elment. De itt hagyta nekünk a tudást, és azt a szeretetet, ami mindig árad belőle, bármi is történt körülötte vagy vele. Mi pedig tanulunk tőle tovább, és mostantól talán oda átteremnek majd szebb gyümölcsöket a fák.